Elnézést, hogy közbeszólok. Most a nyilvános házban megyek, a pépi vagyok, ahol ellenőrző dolgok vannak. Nem azt mondjam, beszélnek, hogy ilyen itten a kocsmában, a szomszéd kocsmában, így izét, és akkor durít a fa tövében, megbasszom, ilyenek majd aluljál, mi van? Na most a lapos tetűt most hol szerezte az ember? A kurvától, a ribasztól. És közben hazavitte? Én magának? Nekem most a haza. Hogy néz ki? Kerültél, de maga világlátott ember. De hogy kerültél össze te kurvával? Mert még egy nem, a férje! A férje! Én nem vagyok a férje, Istennek. Az ő férje, akitől elvált. Na de milyen az a lapos tetű? Nagyon nem lapos. Tudom. Lapos? Lapos? Azt mondják, hogy zöld a szeme. Igaz ez? Hát és nem, azzal sárgás néz. Zöld. Sárgás zöld. Na most milyen ez? Kicsi vagy nagy? Az nagyon pici és vicc. Van kicsi is, meg nagy is állítólag. Nem? Csak kicsi vagy? Ja, hát de hogy nem. Maga mit mond Erzsike erről? Úgy különben egyet sem nézett meg közelről? Nem? Hát nem is nagyon látni, mert az embernek rossz a szeme. Persze, van kicsi. Van kicsi, de azok még a gyerekek. Úgy van. És a nagy az akkora, mint ez a korsó? Hát azért még... Hát az hogy fér a gatyába? Maga a sörében fürdik, drága, ezt adja le az interneten. Ó, hát én ezt maga nem ismerem. Sört miért? Na, le lehet adni. Ebben nem sör van, ebből a Pista bort iszik, már kikérjük. Hát akkor a borba van. Nézd meg! Most sértegették a borodat, Pista, nézd meg! Szegény bor meg könyvbe lába. De hát nem tudom mennyi idő fér erre. Erre rengeteg. Erre 64 gigabájt. Na jó van, ezt megbeszéltük. Kicsi, lapos, sárgás, zöld a szeme, és ez rúg vagy harap, Erzsike? Vagy milyen állat ez? Vagy hát ott benne van a borába, ott a látom. Jó, látom már. Viszket és a gyermekét úgy nevezik, hogy serke. Aha, jó van. Látom már, érdemben nem tudunk beszélgetni erről, meg ugat a kutya is, úgyhogy menjünk haza.